Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azonnalig majd később nézik a videómat. Ugye ebben a videóban látjátok, hogy most nem az arcommal szerepelek, ennek tulajdonképpen sokan örülhetnek is, hanem mutatom azokat a mérkőzéseket, amelyek várnak a Ferencvárosra. Ugye én Janzent, amikor megérkezett, akkor elmondtam, hogy egy nagyon jó edzőnek tartom, és egy labdatartáson alapuló támadó focit fog a Fradival csinálni. Hát ez nem nagyon jött be, legfőjebb az NB1-es mérkőzéseken, és bizony az, hogy stabil legyen hátul a védelem, az sajnos egyáltalán nincs meg, legfőjebb annyiban, hogy középen, hogy ott van Sissé mellé alkalmanként felnő egy-két jobb teljesítmény, de komoly baj van. Nyilvánvalóan egy más edző onnan indulna, hogy egy háromvédős játékot kezdene el játszani, és abból a stabil védekezésből intenzív, erőteljes kontrákat csinálna. Akárhogy is van ez a dolog, látjátok a következő mérkőzéseket, hogy a Ferencváros a Puskás ellen fog játszani 3 nap elteltével, még egy kicsit a lábakban az Anderlecht elleni veresség és az Anderlecht elleni mérkőzés. Ha itt mondjuk a Puskás Akadémia egy döntetlent elér, amire van reális esély, hiszen egy összerakott Hornyák által működtetett kompakt csapatról van szó, akkor a ferencvárosi közönség már nagyon elégedetlen lesz, és a Ferencváros ugyanezt a nyitott játékot játsza a Tottenham ellen, akkor a Tottenhamnek semmi más dolga nincsen, mint berugdosni a labdákat a két oldalon a Fradi védelmi vonala mögé, középen pedig betörni, és arra nem biztos, hogy a Szalai Sissé páros alkalmas lesz, tehát ebben sajnos akár egy nagy vereség lehetősége is benne van. És aztán a Pakshoz megy a Fradi, meg a Fehérvárt fogadja, ugye a Paks nyilván nagyon motivált lesz, október 6-án lesz ez a mérkőzés, és Bognár György nagyon okosan ki fogja találni, hogy hogyan kell a Fradi ellen pályára lépni. Azt is mondhatom, hogy az egyik mumusa a Ferencvárosnak a Paks, és ráadásul a Paks otthonában lesz ez a mérkőzés. Aztán pedig ugye a Fehérvár jön, amelyik a nyilván szintén nagyon motivált lesz a fiatal edzője jóvoltából, és hát itt jelzem, hogy Kalmár Zsolti újra a pályán lesz, és aztán végül itt állítom meg a sort, ugye a Nizza ellen fog, a Nice ellen fog játszani a Ferencváros. A Nice egy nagyon gólerős, nagyon jó kis csapat, ugye masszív csapatnak mondható, amelyik ugye hát a francia bajnokságban jó eredményeket ér el. Ugye a legutóbbi mérkőzésükön, amit szerintem sokan láttak és figyeltek már, ugye most nem a Real Sociedad elleni 1-1-et emelem ki, ami szintén egy nagyon jó eredmény, ugye a Saint-Étienne-t 8-0-ra sikerült legyőzniük, de hát van itt azért idegenben az Angers ellen egy 4-1-es győzelmük is, tehát a támadó szekciójuk az nagyon nem rossz, úgyhogy itt azért komolyan fel kell kötni a nadrágot. Szóval mire akarok kiukadni, hogy ne kerülgessem itt a történetet, nehogy azt mondjátok, hogy csak húzza az időt a tanár úr. Én azt gondolom, hogy ha Janzen nem tud bizonyítani, hogy a Puskás, a Tottenham, a Paks, a Fehérvár és a Nizza ellen, tehát tulajdonképpen a Fradi ebből a Puskás, a Paks, Fehérvár elleni mérkőzésből a megszerzett 9 pontból legalább 6-ot nem tud behúzni, és a Tottenham és a Nice ellen legalább az egyik mérkőzésen 1 pontot nem tud szerezni, akkor komolyan el kell gondolkodni azon, hogy mi a helyzet, de ennél én erősebb mondatokat fogalmazok meg, a közönség nem biztos, hogy el fogja fogadni innentől kezdve ezt a focit, mert azt megérti a közönség, hogy Janzennel nem szép a foci, ez rendben van, a Rebroval sem volt túl szép, de a Rebro fociában az első pillanattól kezdve benne volt az a szerkezet, hogy egy nagyon stabil védekezésből indul a Fradi, és Uzuni és más gyors játékosokkal, akár a Lanzafamet, akár másokat lehet mondani, azokkal a helyzetet lehet teremteni, Tokmákkal, másokkal, és akkor így volt egy karaktere a játéknak. Janzennél az a baj, hogy ez a karakter teljesen hiányzik, azt lehet mondani, hogy van egy csapat szerkezete, amiben nagyon szerelmes, ebben vannak gyenge játékosok, és ez úgy tűnik, hogy nem elég jó a Ferencváros számára. Na, ennyit szerettem volna mondani, én inkább most ezt a videót a közönségre és az információkra hegyeztem volna ki. A közönségre annyiban, hogy nem tudom, hogy a Fradi közönség ezt meddig fogja hagyni, az információkra pedig annyiban, hogy lássátok, hogy milyen meccsek jönnek, és ha ezeken nincsen teljesítmény, akkor itt eléggé parázs lesz a hangulat. Én így látom. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számla száma, hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit.